Sziasztok! A mai videóban olyan könyvű... Miért üres az ott? Ja... Sziasztok! Ma azon könyvek listájával jelentkezek, amiket a YouTube miatt olvastam el. Na most ez a lista eléggé hosszú és terjedelmes, úgyhogy kicsit lerövidítettem. Levettem belőle a recenzióba kapott könyveket, illetve levettem belőle azokat a könyveket, amiket a BookTube könyvklub keretei miatt olvastam el, illetve azokat, amiket még nem olvastam el, de a YouTube-on találtam rájuk, és a YouTube vagy bármiféle internetes oldal ajánlotta. Ebből egyébként lesz majd még egy videó a csatornán, úgyhogy ez egy kétrészes videó lesz. De most nézzük meg azokat a könyveket, amiket a YouTube miatt olvastam el, mert egyszerűen feljöttek az interneten, kopogtattak is, és azt mondták, hogy itt vagyok, olvass el, én pedig beadtam a derekamat, hogy jól van, akkor vágjunk bele! A legelső ilyen az nem más, mint Sarah J. Maasnak az Üvegtrón című kötete. Ezt még talán négy évvel ezelőtt olvastam. Volt hozzá tök jó előzetes a YouTube-on, ilyen fanmade előzetes, illetve Andi és Levi beszélt róla a régi ilyen könyvkibeszélős klubjukon. Illetve láttam erről a könyvről egy interjút az írónővel, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, olvassuk el, mert már elég sokszor láttam. Maga a könyv annyira nem jött be, és a sorozatot sem folytattam, de ez egy nagyon szép kiadás, nagyon örülök, hogy kemény fedeles kiadásban van meg, úgyhogy én ettől így nem válok meg, de igen, a sorozat nem került folytatásra. A következő Nicola Jonnak a Minden Minden című kötete, na most az angol verzió van itthon, a magyar valahol. Film miatt elég hamar eljutott hozzám, és láttam ugye az előzetest, egy fanmade előzetesbe átalakítva, méghozzá egy Teen Wolf-os előzetes volt, és ez nagyon tetszett, úgyhogy így kerültem valahogy a könyvhöz, és elolvastam, és a filmet is láttam, és nagyon szerettem. Teljesen pozitív élmény volt ezt megtalálni és elolvasni. A következő az June Nesbø-nek a Hóember című könyve volt, ami valahogy szintén kopogtatott, hogy itt vagyok, egy kis figyelmet kérek. Ezt a könyvet könyvtárból vettem ki annak idején, úgy olvastam el. Hát ez eléggé rémisztő volt, és elég újszerű, mert ilyen krimivel és ilyen történetekkel addig még nem igazán találkoztam, úgyhogy meglepő volt számomra. Nem rossz emlékként maradt meg, hanem inkább semleges emlékként, hogy jó, elolvastam. Talán még fogok June Nesbø-t, és ennyi. És igen, utána még olvastam azt hiszem két June Nesbø-t, de azóta nem. Viszont ez úgy megragadt, hogy ez volt az első, és a filmet is láttam belőle. Úgyhogy a Hóember is így került valahogy internetes ajánlások alapján hozzám. A következő az nem más, mint Colleen Hoovernek és Terrin Fishernek a Soha de Soha sorozata. Szerintem ez a könyv akkor még a csapból is volt, úgyhogy ezt mindenhol láttam. Blogon, YouTube-on, külföldi youtubereknél, Instán, mindenhol a Never Never volt. És egyszerűen úgy voltam vele, hogy jó, tudni akarom, miről szól, ha ilyen sokan szeretik, ilyen sok mindenki kedveli ezt a történetet, akkor az utolsó rész még nem volt meg, nem volt kiadva, és elolvastam a két kötetet, és tetszett, úgyhogy alig vártam, hogy meg tudjam, mi lesz a vége. A következő kötet viszont már kevésbé, ez nem más, mint a Hatalom című kötet. Na most nagyon sok jó volt róla a külföldi youtubereknél, magyar youtubereknél, illetve jó kritikákat is lehetett róla olvasni. Úgy voltam vele, hogy de jó, ez is jó lesz, ha már ilyen sokan ajánlják, biztos. Viszont ez nem igazán jött be nekem. Teljesen máshogy írták le azt, amit én elképzeltem, és mivel mást vártam, ezért negatívan csalódtam. Úgyhogy a Hatalom egy olyan kötet, ami nem igazán lett a kedvencem. A következő az a Monstress képregény, amit ugye tavaly olvastam a könyvkemping során. Magyar booktubereknél és külföldi booktubereknél is láttam. Úgy voltam vele, hogy jó képregényt még nem olvastam, és ez jó lesz kezdésnek. Hát tévedtem. Számomra egy nagyon erős kezdés volt, és nagyon sok minden történt benne, és voltak benne olyan erőszakos képek, amiket én nem szeretek. Úgy alapból az erőszakos dolgokat se szeretem. Úgyhogy
ennek se nagyon örültem, ezzel is kicsit mellé nyúltam. Nem is hiszem, hogy folytatni fogom ezt a sorozatot. De az első részét legalább elolvastam, és van sejtelmem arról, hogy mi ez a most lesz. De igen. Szóval folytatni nem fogom. Olvastam még egy képregényt magyar booktuberek ajánlása miatt, ez pedig Vera Brosgolnak az Ánya kísértete. Ez viszont nagyon tetszett, egy ültőhelyemben olvasta az egészet, nagyon jó volt, egyszerre volt, kicsit ijesztő, kicsit humoros, tehát pont annyi volt belőle mindenből, ami szerintem kellett, úgyhogy ennek nagyon örültem, és remélem, hogy ennek az írónőnek van még más kötete, mert szívesen olvasnék még tőle. A következő szintén egy nagyon népszerű verses kötet, ami nem más, mint Ropikaónak a Tej és Méz. Ez a könyv is nagyon sok helyen visszajött már, sőt, nagyon hamar elfogyott a könyvesboltokból, nagyon sokan külföldiek és magyarok is szeretik. Ezzel viszont úgy vagyok, hogy nem értem, tehát én ezt a könyvet valahogy nem szeretem, nem igazán negatív és nem igazán pozitív. Ez a verses kötet számomra, hanem inkább semleges, ez a jó, egyszer elolvasom, és vége pont, szóval ez olyan furcsa volt. A következő kötet Taylor Jenkins Reidnek az Evelyn hét férje, amit én nem akartam elolvasni semmilyen formában, mert egy férfalú, hatalmas nőcsábász, vagy mi fércsábász nőre gondoltam a történetbe, és egyszerűen nem. De aztán Magyarországon a magyar booktuberektől is nagyon sokat hallottam vissza, illetve a Booktube könyvklubban is benne volt, illetve a külföldi booktubereknél is láttam róla videókat. Úgyhogy egy idő után úgy voltam, hogy most már kíváncsi vagyok. Nem baj, olvassuk el, max rossz lesz. És meglepődtem, mert nagyon-nagyon pozitívan csalódtam, és nagyon tetszett a kötet. Úgyhogy ennek örültem, hogy belementem abba, hogy elolvassam. A következő az Kiera Kassznak az Eljegyezve című kötete, amiről volt is szó a csatornán. Hát, én úgy bánom azt a videót, és erről a könyvről készült egyébként egy értékelős videó is, ami végül nem került ki a csatornára, mert eléggé nagyon lehúztam, túlságosan. Úgy voltam ezzel a kötettel, hogy Kiera Kass írta, biztos jó lesz, illetve láttam ugye borítókészítős videót, láttam külföldi booktubereknél, hogy egyszerre örülnek és meg vannak döbbenve, és nagyon vártam ennek a megjelenését, meg is történt, elolvastam és szörnyű volt. Úgyhogy ez egy olyan nagyon negatív csalódás volt számomra, hogy hihetetlen, és nem is akarok Kiera Kasstól most már semmit sem olvasni, mondjuk szerintem nincs is egyenlőre több kötete. Legalább ezzel nem lesz baj, szóval igen, ez egy nagyon-nagyon rossz ötlet volt tőlem ezt a könyvet elolvasni. Ja. Ez egy változatos lista, mert vannak benne pozitív és negatív élmények is, de még mindig úgy vagyok vele, hogyha valami tetszik, és nagyon sokszor bekopogtat a YouTube fiókom ablakán, hogy itt vagyok és elolvas, akkor teszek vele egy próbát, mert általában pozitívan csalódok, vannak negatív élmények, de hol nincs. És így a végére ennek a videónak lesz majd egy második része azon könyvekről, amiket el szeretnék majd olvasni a jövőben. Na most nem tudom, hogy melyik fog hamarabb kimenni, vagy ez, vagy az. Minden esetre lesz egy másik ilyen rész, ami a YouTube miatt kerültek hozzám könyvek. De ez a lista ennyi lett volna mára, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, én hamarosan újra jelentkezek egy másik videóval. Addig is vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Hiasz voltam!